Szavaztok srácok, én Zodiak vagyok, ez a videó pedig nem másról fog szólni, mint a következő vlogunkról, ami nem más, mint hogy elmegyünk Egerbe és szétnézünk, és Egerben is több célunk lesz, úgyhogy lesz valószínűleg egy kis vlogozás, egy kis közlekedési videóforgatás, és az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Hát innen majd a hatosvágányról fogunk menni, először Abonyba, aztán Abonyból a Flörttel fogunk menni a Zagria Interrégió vonattal, ami körülbelül egy 10 perc alatt fent van, mert onnan Egerből már csak Makláron és Egerbe áll meg, ami a Budapest keleti pályáról érkezik Interrégió IC Flört. Srácok, meg is érkeztünk Egerbe. Nem tudom, hogy mennyi vlog anyagot fogok tudni felvenni, ugyanis Miskolchoz képest itt Egerben sokkal jobban fúj a szél, és ez a közlekedési videókat is be fogja zavarni. Hát nem tudom, hogy zenei alappal, vagy mivel fogom nektek ezt a vlogot társítani, de eléggé nagyon fúj a szél. Úgyhogy majd kiderül a vlog végére, hogy mi lett az eredménye. Egy biztos, Eger nem akkora nagy, hogy eltévedjük, úgyhogy lehet, hogy már a GPS-re sincsen szükség. De majd egész kiderülhet. Na, Eger nem egy akkora nagy város szerintem, hogy eltévedjünk, úgyhogy GPS off, nem merítem feleslegesen a telefont. Három gyakorlatilag helyet kell megtalálni Egerbe, amihez tájolni lehet mindent. Ez a centrum, a bazilika és a vasútállomás. Úgyhogy most haladunk befele a centrum felé, és a centrum környékén már ugye ott vannak a fő látványosságok, mint például bazilika, egri vár, meg hasonló. Tehát nem akkora nagy, hogy eltévedjünk. Nem olyan nagy ez az Eger. Már bent vagyunk a városközpontba, és születünk körülbelül 10 percet. Hát azért a bazilikát, meg az ilyen dolgokat itt is felújítják. Mennek a munkálatok. Szeles, 12 fok itt Egerbe. Megállunk egy pár percre, ugyanis kajázni akarunk, mert mióta elindultunk, azóta még ilyen kaja dolgok nem voltak. Úgyhogy felmegyünk oda a Trianon szoborhoz, és a Trianon szobornál majd leülünk kajázni. Ez már most jött el mellettünk. Szerintem Egernek az egyik legszebb pontjához értünk el a belvárosban. Ez pedig nem más, mint a Trianon szobor, ami még emlékezteti, hogy honnan jöttünk és hova érkeztünk meg. Hogy mindig benne voltunk a trébe, és ennek jelét mutatja ez a Trianon szobor a Nagy Magyarország közepébe, szívében a Kis Magyarország, és a négy alappillér, ami mutatja az irányokat itt a városon belül. Déli, keleti, északi és nyugati oldalak, a háttérben pedig ott a buszpályaudvar, ha jöttünk volna busszal, akkor valószínűleg oda érkeztünk volna meg, de mivel a gyereket is hoztuk magunkkal, ezért nem nagyon lehetett ezt megoldani, hogy buszon jöjjünk, mert ő a buszt nem bírja végigülni. Ott sem tudja nagyon végigülni, úgyhogy picánka. És most megpihenünk. Tudni kell rólam, hogy én csinálom mellette a közlekedési videók és a vlog mellett, úgyhogy most annyira álltam meg, hogy a szél feltámad, annyira álltam meg, hogy a közlekedési videóba belepakoltam ezeket a dolgokat, úgyhogy folytatom, tehát egész napunk erre fog menni, megyünk és szétnézünk a városban. Ádi a háttérben a keleti szoborra, keleti oldalra. Beérünk a belvárosba, hát te is itt az sétáló után gyere fel, ügyes vagy nagyon. Gratulálok! Nehogy már az ember normálisan tudjon sétálni, itt is ilyen idióták vannak. Itt van a templom, bazilika. Mindjárt utadjunk az Eger feliratnál. Nem tudtunk közvetve bemenni az egri vár és környékére,
mert le volt zárva az egyik út, úgyhogy most kerültünk egy jó nagyot, sétáltunk, és majd most átmegyünk egy hídon is, azt is megnézzük. Na, és akkor most mindjárt mutatom, hogy hol jövünk. A kis patakocska, és akkor itt jövünk át, majd ott megy a másik része a kis folyónak, és mi pedig majd arra fele fogunk vissza kanyarodni. De most egyelőre megyünk még. Igen, meg ez a város, meg nem félek én semmitől se, hogy jövünk. Attól félek, hogy megvakulok itt a végén. Azért mindjárt bent vagyunk a városnál. Ijjjjáj, gyerekek! Azt mondtátok Miskolcon a csodálatos óriás kerék, meg minden. Majd akkor itt mutatok nektek mindjárt. Nézics Károlynak állított tábla, Velke. Vértanú halált szenvedett itt Taradon, kint Romániába, 1849. október 6. Őszintén 3 éve voltam utoljára Egerbe, és hát most láttam meg az egyik nevezetességet, az Egri vár mellett a minaret lesz. Csodás épület. Mint egy rakéta, de nagyon durva. Nézzünk szét Eger történelmi utcáiban. Mamma mia! És lesz egy ilyen holló háté, vagy valami hasonló. Óriás kerék itt is. Mindenhol most ez az óriás kerék mizéria. Miskolcon is felállítva a ponton mozgatható mobil. Nagyon durva. Király. Ez pedig itt a... Utána Dobótér, ha minden igaz. De úgyis mindjárt szétnézünk jobban. Ez a park nekem nagyon tetszik. Főleg így ez a vas lédi, hogy itt van. Durva. Szép. Szép tér. És beindították az óriás kereket. És legalább itt már szélcsend van. Wow, durva. Ezt az óriás kereket ilyen szemszögből se videózta még senki se. Egy olyan kis partrészen vagyok. Itt el lehet amúgy jönni, és majd el is jövünk. Átmegyünk a másik oldalba, és meg fogjuk nézni az óriás kereket, és itt az alsó rakparti részen, ahol most vagyok, ott azon az úton, itt a híd alatt fogunk átszökkenni. Hát igen, itt is jelentkezik a vandálság, de ez van, és most így alapnatúrba végigmegyünk a híd alatt, és a híd alattról már látjátok, hogy Ádi már ott vár, és majd átmegyünk a másik partra, és itt folyik ez a kis patakocska. Szép a kilátás a híd alól. Na, mutasd magad. Ádi. Nézzél ide, Ádi. Nézzél már ide. Egy ilyen régészeti leletek fal is lent a kis sétányon, ahol vagyunk. És ha megnézitek, akkor ott a háttérben már az egyik támfala az Egri várnak. És ha megyünk tovább, megnézzük. Megérkeztünk Eger egyik legmonumentálisabb, legnagyobb épületéhez, ami nekem nagyon tetszik. Ez pedig a bazilika, és valószínűleg, hogy szét is fogunk a bazilikába is nézni. És itt van maga, hát talán ez a hősök tere, és akkor milyen jól néz ki, hogy itt a tér háta mögött meg forog az óriás kerék. Nagyon durva. És még Ád is élvezi. Van szökőkút is. A vár pedig itt van a Dobótér mögött. És van egy kis építkezés. Nagyon szép. Hát ez a Egernek az egyik főtere, vagy legnagyobb főtere. Ez pedig a bazilika, ahova most én be fogok menni és szétnézek. Ide fogunk bemenni. Nagyon csodálatos.
és a WC-zés, nem úgy, mint Miskolcon, hogy minden szarért fizetni kell. Meg azért ez egy kicsit meg kultúráltabb egy épület, ez az Agria Plaza. Megyünk vissza, meg hiba, ha nem van ide fent kajáda, úgyhogy itt fogunk megkajázni. Most. Mert mindjárt ebéd van és már kajásak vagyunk. Még az árak is meglepőek. Majd mindjárt megmutatom nektek. 3500 forintot költöttünk durván kajára, szép kártyára természetesen, és szerintem ez a két menü megérte. Na, én szerintem már most ezt a vlogot befejezem. Még a közlekedésből maradt egy kicsi, de már az lesz az utolsó, amit befejezünk, és megyünk haza. Otthon Tali. Ha tetszett a videó, akkor nyomj a lájkot, iratkozz fel a csatornára, pedig még nem tetted meg, nyomd be a csengőt, és találkozunk tényleg a következő videóba. Csősz!